módváltás egyik nagy dilemmája, hogyha eljön az ebédidő, mi kerüljön az asztalra. Amikor először találkoztam a vegánság eszméjével, én is azt gondoltam, hogy ez nagyon nehéz, és jó magam is féltem attól, hogy hogyan fogom tudni elkészíteni a kedvenc ételeimet, mit fogok enni, hogyan készítem el a kedvenc kávémat, vagy süteményeimet. Illetve attól is féltem, hogy hogyan fogok tudni az érzékenységeimre megfelelő mentes alternatívát találni. Szerencsére a növényi étrend követése manapság már egyáltalán nem nehéz, hiszen rengeteg növényi alternatíva van a piacon. De én úgy tudom, hogy a flexitáriánus étkezésben minden összetevő megtalálható. Az állati eredetű termékek aránya jóval kisebb, és próbálják ezt minél több növényi alapú termékkel helyettesíteni. A Danone Magyarország által végzett tavalyi kutatás szerint a magyar lakosság több mint fele alkalmanként fogyaszt növényi alapú termékeket. Ha életmódváltáson gondolkodunk, mind a három étrend lehetőséget nyújt arra, hogy tegyél az egészséges életviteledért. Ráadásul ezek nagy része az érzékenységeket is figyelembe veszi. Ezek szerint a fogyasztók ma már cukor- és gluténmentes növényi alapú termékek közül is választhatnak. Így legyen bármilyen változatos a családtagok étkezése, többféle alternatívát is választhatnak a könnyű ebéd elkészítéséhez.